Mintát vesz egy eszközzel ez a középiskolás lánya Koch Valéria gimnáziumban. A vegyész technikus szakmát mutatják be ebben a teremben a diákoknak csütörtök délelőtt. Egy másikban a vendéglátóipari szakmák voltak terítéken. Még főzési bemutatót is tartottak a fiataloknak. Nekem nagyon tetszik már az az alapötlet, hogy itt jöttek és megmutatták nekünk, hogy mik vannak és hogy milyen irányba lehet tovább menni. Nekem a vendéglátás az, ami így kedvező, és az iránt érdeklődöm. Szakács szeretne lenni a 17 éves Richard. A gazdasági irányba szeretnék tovább menni, de a szakma is ugyanúgy érdekel, azon is gondolkodtam, hogy előbb halasszak egy évet és egy szakmát tanulok. Főleg a mai nap után már nagyon megtetszett egy-két szakma, és utána mennék csak egyetemre. Mondja a 18 éves Ákos, aki most tudta meg, hogy előnyökkel jár a szakmai végzettség a felvételin. A fiatalok pályaválasztását akarja segíteni az iskola, ezért tartják meg ezt a programot. Önismerettel nagyon sokan nem rendelkeznek megfelelő képzési ismeretekkel, szakmai ismeretekkel, és ezeknek a hiányában nehéz eldönteni, hogy hová is menjenek tovább tanulni, ha tovább tanulásról van szó. Szakmák esetén meg azt gondolom még inkább így van, és ezért nagy jelentőségű, hogy most kicsit betekintést kapunk a lehetőségekbe. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a cégekkel, szakképző intézményekkel összefogva szervezi a pályaválasztási programját a Koch Valéria gimnáziumban. Szeretnénk ezt más gimnáziumokba is eljuttatni, ezt a jó ötletet. Nagyon jól felmérték a diákoknak az igényeit, és a diákok igényeihez igazítottuk az üzemlátogatásoknak a menetét, és én azt gondolom, hogy a minden olyan szakmacsoportot be tudunk mutatni, vagy legalábbis abból pár szakképesítést, ami Baranya megyében oktatható. Csütörtökön a pályaválasztási program első napját tartották meg. A következő három munkanapon üzemekbe, gyárakba viszik a fiatalokat, hogy a gyakorlatban is lássák a különböző szakmacsoportok tevékenységét. Két szakmát térítés nélkül ingyen tanulhatnak a fiatalok a kormányzat döntése alapján. Ha a diplomát is szeretnének, akkor pedig többletpontokat kaphatnak a szakmai végzettségükre a felvételizők.